Én csupa fül vagyok. Lüke úr bátrabban hangolhat. Alapvetően egy elég nehezen feldolgozható, különös mondatból indulunk ki, hogy egy egyébként fiatal és eredje terjében levő király úgy dönt, mostantól ő csak a tudományoknak él, és föltesz egy olyan lécet magának, ami nyilvánvaló módon nem átugorható, hiszen az emberben a szexus az örök. Ez természetesen az egész addig tart ki, ez a nagy elhatározás, amíg meg nem jelennek a hölgyek. Szívemben foglak én fogadni, hölgyem! Elfogadom a fogadást, és szívesen látom szíved. Ó, bár hallanád nyögését! Szerintem ez egy nagyon szépen megírt mű arról, hogy hogy veszítjük el önmagunkat a szerelem által, hogy gyakorlatilag államfőket látunk itt, amint visszamennek kisgyerekbe, szorongó, félő kisfiúként próbálnak meg tetszeni a lányoknak. Ebben rejlik a dolognak a legmélyebb komikuma, hogy egy férfi, amikor egyébként baromi férfinak gondolja magát, és nagyon erősnek, és nagyon elszántnak érzi magát, akkor tud a legnagyobbakat bukni, és akkor tud a legnevetségesebbé válni. A király! Egy kördülő kis diadal fogad. Rengeteg cifrázott hiperbola van a szövegben, amiben egyrészt színészileg is elég könnyű elveszni, tehát azért tényleg a cafrang, mint szó, az nincs benne azért annyira a köztudatban, vagy így a hétköznapi beszédben, mint az se, hogy cifrázott hiperbola, tehát hogy ezek nem... De ettől van egy olyan íze, bűze, hogy valahogy ebben van a túltengése az egész dolognak, a túlfűtöttsége, a szexus, a szexualitása. Lehet, hogy lesz egy derekos találkozásod középtájon, csak aztán jó uram is odaférjen, mert amilyen gavallér hát várhat a sorára. Ez miféle retorika? Ezt kérlek! Erotika! Nonsense és skandál! Mindenki szerelmes a darabban egyébként, tehát ez igazi tavaszi gondolat. Már körülbelül 4 éve játsszuk ezt az előadást, 2017 óta. Töretlen sikerrel imádják a nézők, és mi erre nagyon fel is szoktunk ülni, erre a nagy nevetés hullámra. És szerintem a streamen keresztül is át fog jönni ez a fajta humor, legalábbis én nagyon bízom benne, hogy át fog jönni, és nagyon fogják tudni élvezni a nézők. Hey!